Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban ismét bemutatunk Önöknek egy a városban működő technikumot, hiszen közeleg a pályaválasztás időszaka. Körbejárjuk a magány témakörét, és bemutatunk Önöknek egy családot, akiknél minden nap karácsony van. Tartsanak velünk! Ahogy azt már kedves nézőink megszokhatták, hétről hétre igyekszünk a tovább tanulni vágyó diákoknak bemutatni a városi kínálatot. Most az első István technikum következik. Az ember kicsit nyitott a világra, szeret utazni és adott esetben utakat is szervezni. A turizmus szakmát neki találták ki. Ennek az alapjait bárki Fehérváron is elsajátíthatja, hiszen az első István technikumban lehetőség van ilyen jellegű képzésre. Az iskola egyik gyakorlati képzőhelyén jártunk. Ötödéveseknek, akik ugye a 13-at járják érettségi utáni időszakban, a tanulmányaiknak egy jelentős részében utazásszervezést, értékesítést tanítanak, és egyéb áru alapismereteket, és ehhez nagyon jó helyszín, ugye egy utazási iroda, és ezáltal egy tanirodaként működünk itt gyakorlati helyet biztosítva a diákoknak. Évközben is jó néhány órát azért itt tartunk meg, mert azokhoz a rendszerekhez, foglalási rendszerekhez, árualapokhoz, egyáltalán egy kézbe vehető prospektushoz, vagy egy számlához, vagy egy kiadási bevételi bizonylathoz itt élőben tudnak hozzá nyúlni, hozzáfogni. És amit itt a képzés során ők megtapasztalnak, az a való élet. A másik fajta gyakorlati képzés, az pedig a nyári időszak. 10. és 11. után nyaranta egy hónapot töltenek gyakornokként. Nálunk ez pontosan úgy néz ki, hogy azokat a feladatokat látják el, amit itt értékesítő kollégáink szoktak ellátni, és akkor szépen tőlük mondjam azt így másolva a dolgokat belejönnek és beletanulnak. A gyakorlati képzési lehetőségekről egyelőre most ennyit. Nézzük, hogy hogyan áll össze a képzés. Eddig rendesen 5 éves képzés volt, jövőre már úgy indul, hogy az egyik osztályunk plusz 1 évvel indul egy nyelvi előkészítő képzéssel, és onnantól kezdve mindenképpen azért a nyelvre helyeznénk a hangsúlyt, hiszen egy közép, de felsőfokú szakembernek is minimum több nyelven kell perfekt beszélnie. Első idegen nyelv az angol, és hát iskolánk adottságaiból adódik a német, orosz, francia, és hát az olasz. Több gyakorlati ismeret van inkább az ágazati alapképzésen, ugye 9-10-be, és most már nem is tudjuk megkülönböztetni annyira, hogy elmélet vagy gyakorlat. Jellemzőbb ez az elméletigényes gyakorlat, és mivel most már lehetővé teszi a törvény, nem is teszünk különbséget, hanem egyszerűen, amikor olyan témakörhöz érünk, akkor onnantól kezdve az egy gyakorlati óra és gyakorlatorientált óra. Jó, de akkor nézzük, miért érdemes ezt a szakot választani. Hát a turizmusban dolgozni, ugye az elmúlt évtizedeket figyelembe véve, az mindig egy előremutató fejlődés tapasztalhatunk, és ebből az a középszintű képzés, amit az iskola biztosít, mondjam azt, hogy a legtöbb szakember ebből a képzési formából kerül ki, illetve azok a szakterületek, amiket a munkavilág, a piac fel tud kínálni, az nekik szóló munkaterület. És az elmúlt években folyamatos fejlődés volt. Ebbe a szakirányba teljesen kész szakembereket kapunk, hiszen 9-be kezdődik az oktatásnak az a része már, ami a szakirányba a különböző ágazati területeket bemutatja, és aztán egymásra épülve a szakok olyan ismereteket adnak át, amiből teljes mértékben ez egy piacképes szakma lesz. Én mindenkit arra tudok biztatni, hogy ne csak abba gondolkodjon, amikor középiskolát választ, hogy tovább tanulok, és minden áron egyetemre megyek, vagy diplomát szeretnék szerezni, nem is mindenkinek való. És azok a szakirányok, amiket nálunk lehet elsajátítani, azok tökéletesen megfelelőek a jelenlegi piaci helyzethez. Tehát, hogy a Magyarországon, és nem csak az országunkban, hanem ugye a nyelveket tanulva, akár a határainkon túl is el lehet helyezkedni ebbe a szakmában. Ha a leendő diákokat mégsem a turizmus világa ragadja magával, az első István technikum így is kínál nekik opciókat. Egyik a hagyományos régi közgazdaság, most már gazdálkodás menedzsment képzés, ahol már évtizedek óta pénzügyi számviteli ügyintézőket képezünk. Hát a másik képzésünk
az viszonylag egy újabb képzés, bár kereskedelem szakágazaton már régóta képeztünk, ez a logisztikai technikusi képzés. Egy biztos, az első István technikumot szakmával a kézben hagyhatja maga mögött az ott tanuló diák, ami a későbbiekben nagy előnyt jelenthet. Egyedül lenni nem kellemes, különösen karácsonykor nem. Dorotovics Miléna pszichológussal beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet elviselni az ünnepi időszakban a magányt. A magányosság a témánk, különösen karácsonykor, elsősorban karácsonykor, és a vendégem Dorotovics Miléna pszichológus, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm. Az az első kérdésem, hogy alapvetően miért olyan nagyon rossz és nehéz magányosnak lenni? A magányosságérzés az azért rossz, mert társas lények vagyunk, tehát szükségünk van arra, hogy körbevegyenek minket más emberek. Több oka van ennek. Egyrészt folyamatosan visszajelzést szeretnénk kapni a saját teljesítményünkről, a saját magunkról. Érzelmi támaszra nagyon sokszor, nagyon sok helyzetben szükségünk van konfliktusainkat megoldani, akár a belsőket, ahhoz is külső segítség kell. Tehát úgy működünk, úgy vagyunk összerakva pszichésen, hogy kell a másik ember ahhoz, hogy egészségesen tudjunk működni. Átérve a témánkra, karácsonykor miért rosszabb, még rosszabb esetleg, hogyha magányosan élünk? Hát azért, mert a karácsony ez a szeretet, összetartozás, a családi hagyományoknak az ápolásának az ünnepe, és ez egy érzékeny időszak azoknak, akik egyedül vannak, akiknek nincsenek barátaik, vagy elvesztették a családtagjukat. Mivel itt a karácsonynál az ajándékozásnak a legfőbb célja a szeretlek és a szeretve vagyok érzésének a megélése, ez kimarad nekik. Ezért a magányosság érzés felerősödik. Ami azt jelenti, hogy negatív gondolatok, gondolatmódok alakulnak ki önmagunkkal kapcsolatban, például, hogy engem nem szeret senki, én nem vagyok fontos senkinek. Illetve eltúlozódnak a másikról való gondolatok. Értem ez alatt, hogy biztos, hogy felértékelődik a másiknak az öröme. Ők biztos, hogy gazdagabb, örömtelibb karácsonyt élnek át, illetve a saját lehetőségeinknek a perspektívája beszűkül. Tehát, hogy nem látjuk azt, hogy ez meg fog oldódni, ezt hosszú távúnak gondoljuk, holott a magányosságérzés az egy átmeneti állapot, tehát lehet ellene tenni. Mit? Hát sok mindent. Karácsonykor például azt, hogy ugyanúgy az adventi készülésbe kivesszük a részünket, tehát ugyanúgy díszítjük a lakást, a fenyőfát, ugyanúgy sütünk, főzünk, és ezt a meghitt hangulatot, pillanatot, örömöt ugyanúgy kialakítjuk magunkba, hisz végül is mi vagyunk a felelősök azért, hogy örömöt éljünk át és boldogságot. Az időnek az eltöltése az nagyon fontos ilyenkor, hogy kevéssé érezze unatkozóan magát, vagy unalommal az egyén, kedveskedni magunknak egy forró fürdővel, egy könyv elolvasásával. Fontos, hogy a ünnepnek az érzéki dolgait, tehát az ízeket, hangokat, fényeket, illatokat ugyanúgy élményé varázsoljuk magunknak. Tehát, hogy megéljük ezt, ezek segítenek. Fontos az, hogy ha nem is tudunk, mert most a járványhelyzet hatására sajnos a személyes kontaktusok lecsökkennek, közösségi programok nincsenek, nem lehet utazni, külföldön maradnak a rokonok, hogy ott van a telefon, ott van az online lehetőség, hogy igenis az ajándékozás most legyen az, hogy mondjuk el egymásnak, hogy szeretjük egymást, hogy fontos a másik, hogy hiányzik, hogy törődünk vele, és ez már elég ahhoz, hogy a magányossági érzés csökkenjen. Természetesen lehet még a kiadós nagy sétákkal, testmozgással az elégedettség érzésünket növelni, hogy jól érezzük magunkat. Illetve arra kell fókuszálni, hogy mi az, ami már adott, mi az, amiért hálásak lehetünk, és nem a hiányosságokra koncentrálni. Ami el szokta vinni az embereket, az az, hogy egy ilyen ideális karácsonyt kergetnek, egy tökéletes ünnepet kergetnek. Van is egy, ebben az adventi készülődésben van is egy ilyen reményteli, csodaváró, majd minden szép lesz, minden jó lesz érzés, és amikor ez nem így történik utólag, akkor újra egy ilyen negatív élmény landol a kicsi lelkünkbe, és egy ilyen újra, ezeket a negatív dolgokat újra ilyen ördögi körbe rakja. Úgyhogy nem kellene, hogy nagy elvárások legyenek, és hogy tökéletes legyen a menüsor, hanem csak meg kellene élni a pillanatot, le kellene lassulni, le kellene
nyugodni és magunkba nézni, és hogyha belül mi egyénenként kialakítjuk magunknak az örömforrást, akkor ezt oda tudjuk adni a másiknak, és mi is azt fogjuk visszakapni. Említetted, hogy sokakban felmerül, hogy másoknak milyen szép, tökéletes a karácsonya. Ez leginkább a Facebookon jön át. Ehhez kapcsolódik az a kérdés, hogy mi az, amit elkerüljünk ilyenkor, hogy ne uralkodjon el rajtunk a magányosság érzése. Hát ezt tudatosan kell kezelni, és nyilván örülni kell a másik örömének, és nem úgy kell összehasonlítani, hogy a saját örömömmel, mert ez egy másik öröm. Tehát mindig ezeken a közösségi oldalokon általában az emberek a pozitív élményeiket osztják meg. Az odavezető utat nem, és ezt mindig elfelejtjük, hogy látunk egy sikert, látunk egy örömöt, egy boldogságot, de az, hogy az egyén azt hogy érte el, milyen verejtékes munka árán, azt nem. Ilyenkor gondoljunk arra, hogy ő neki is megvan az életében ugyanaz a szomorúság, ugyanaz a csalódottságérzés, és ugyanúgy a siker is. Tegyük fel, hogy idős néni vagyok, bácsi vagyok, meghalt a házastársam, gyerekei mondjuk külföldön vannak, vagy a vírus miatt nem tudnak eljönni, barátokkal sem tudok találkozni, tehát tényleg effektíve teljesen egyedül vagyok. Mit csináljak akkor? Ilyenkor a legfontosabb a meglévő családtagoknak az odafigyelése. Ha nincs online, nincs telefon, akkor egy képeslap küldése. Tehát mindenféleképpen a magányos öregeknek vissza kell jelezni azt, hogy fontosak és törődünk velük. Sajnos most a közösségi programok lecsökkentek, de nyilván való, hogy a templomba járás, a közösségi programok ilyenkor adventkor nagyon fontosak az időseknek. És amit tudnak tenni, hogy olyan pozitív vígjátékokat néznek, filmeket néznek, amivel nevetés van, öröm, ugyanúgy készülnek, ugyanúgy díszítik a lakást, a fenyőfát, ugyanúgy sütnek, főznek. Tehát, hogy ez a hangulat, ez meglegyen. Mondjuk az idősebbek mennyire tudnak kilépni a megszokásokból és a megszokott medrekből? Gondolok arra, nekem most jutott eszembe, hogy például, hogyha idős, egyedülálló úr lennék, akkor lehet, hogy elmennék a közeli játszótérre, ahol fiatal családokkal, gyerekeket látnék, és az egyből fölvidítani és feltöltene. Igen, ez egy nagyon jó megoldás. Vannak olyanok, akiknek kell ehhez külső segítség, és van olyan, aki önállóan átállítja az agyát egy pozitívabb üzemmódra, és azt mondja, hogy jó, akkor én aktívan részt veszek abban, hogy jól érezzem magam. Tegyük fel, hogy még mindig az idős úr vagy néni vagyok. Van esetleg olyan megoldás, hogy mondjuk önkormányzaton keresztül, vagy lelki segélyszolgálaton keresztül kérjek segítséget? Természetesen vannak ilyen telefonos lelki segélyszolgálatok, ami a nap 24 órájában bármikor elérhető, és általában ezekben az időszakokban gyakrabban is csöng a telefon. Nyilván ennek azért biológiai oka is van, tehát hogy 4 órakor már sötét van, ez a szervezetünket is megviseli, tehát amúgy is egy nehéz időszak, ez a téli időszak a szervezetünknek, illetve a depresszióra hajlamos időszak, ahogy szokták mondani. Illetve hát sok közösségi program is van ilyenkor, önkéntes programok, amire lehet menni, különböző civil szervezetek ugye szerveznek eseményeket. Hát nem tudom most ez a 10 főig járványhelyzet miatt mennyire lehet ezeket. Ugye 21-én fog a kormány arról dönteni, hogy hogyan ünnepelhetjük meg a karácsonyt effektíve. Mi lenne a legjobb döntés? Hát nyilván a személyes kontaktuson alapuló családi hagyományokat őrző karácsonynak a megélése, az annak mindenki örülne. Hát reméljük, hogy így dönt a kormány. Tegyük fel, hogy átvészeltem a karácsonyt, december vége van, jön a szilveszter, jó, hát ezt mondjuk esetleg az idősebb, magányosabb emberek annyira nem érdekli őket a szilveszter, de hát még aztán még mindig pár hónapot ki kell húzni a hidegben, a sötétségben. Nyilván nem fogok minden nap karácsonyi süteményeket sütni, meg képeslapokat várni, tehát jön egy hosszabban elnyúló, de szintén nagyon nehéz időszak. Olyankor, úgy hosszabb távon mit érdemes csinálni? Hát mindenféleképpen mindennapjaikat az idősebb korosztálynak is úgy tudják könnyedebben átvészelni, ha megtervezik a napjukat. Tehát napi rendjük van. Ez ugyanúgy, mint a gyerekeknél biztonságérzetet ad, és értékesnek és hasznosnak fogják találni azt, ahogy az idejüket eltöltötték aznap. Akár egy bevásárlás, tehát nem gondolok itt nagy dolgokra. Ágyazás, takarítás, minden napra egy kicsi valami tervezéssel, és annak a megvalósításával egy sikerélményt él át az idős személy. Gondolom az is fontos, hogy megjutalmazza magát az ember időnként, tehát valami kis pluszt adjon magának, egy tábla csoki vagy ilyesmi. Igen.
még milyen módszerei vannak ennek? Hát én továbbra is azt tudom mondani, hogy a pozitív gondolkodás az nagyon fontos. Tehát az, hogy vegyük észre azt, hogy mi az, ami van, és azért hálásak legyünk, és ne a hiányosságokra, és ne azokra, hogy ami még kellene, és ami nincs, arra figyeljünk. Tehát, hogy ez, én úgy gondolom, hogy ez talán a legfontosabb dolog. Illetve az, hogy időskorban is tudatosíthatjuk azt magunkban, hogy a saját belső boldogságérzetünkért, hangulatunkért mi vagyunk a felelősek. És ez akár egy kis gyertyagyújtás este, egy illatosítónak a meggyújtása. Tehát nagyon sok minden apró dologgal is az embernek a hangulatát lehet javítani. Tehát nem kell mindig nagy dolgokra gondolni. Rendben, köszönöm szépen a beszélgetést. Dorotovics Milena pszichológussal beszélgettünk. Szabóéknál minden nap karácsony van. A családi manufaktúra 50 éve készít karácsonyfa díszeket. Most az ő történetük következik. Ez az a hely, ahol minden nap karácsony van. A Szabó család manufaktúrája már 50 éve készít fúvott üvegből karácsonyfa díszeket tavasztól egészen télig. Jelenleg a család három generációja dolgozik itt. 20 alatt vagyunk, de ez nem egy állandó szám, mert hogyha gyorsan kell dolgozni, akkor vannak már régi kapcsolataink, akik besegítenek. Két fiam és egy lányom. A két fiú az külföldön él, egyik Németországban, családjában, másik Angliában. És a lányom él, még élnek itt, két fiúkkal, és ők benne vannak a cégben. Úgyhogy így dolgozunk a családban. És az egyértelmű volt, hogy a lánya itt marad is? Egyértelmű. Hát mikor ő már picike kislány volt, hogy még csak négy kézláb tudott mászkálni, és akkor ugye a családi házban dolgozott, ott volt a műhelyünk lent a pincében. Volt egy olyan eljárásunk, elektrostatikus szórás, ami nagy feszültségű árammal port szórt fel bizonyos, a tárgyakra bizonyos módon. És ez nagyon, ez 60 ezer volt, de nagyon kicsi amperitással, tehát nem volt halálos, de nagyon, ezek a sokkolók is, amik vannak ilyen alapon, akik dolgoznak. És sokszor előfordult, még lent aludt, vagy fönt aludt a kislányom, Manó, és fölébredt, levászott az anyjához, aki éppen dolgozott, szörözött és hozzájött, és ez nagyon megcsípte. Úgyhogy már ő akkor tapasztalta a maszek világot, és ő már akkor lejárt, és minden gyerek lejárt, és ha úgy kellett, akkor beszálltak már egész kor a gyerekkoruk után, és azóta velünk vannak. Műhelyben nőttem fel apukám, még 63 óta iparosok, és bólogatófejű kutyát csinálták ők, meg moncsicsit, MC-t, motort, és én ott tanultam lent a műhelybe, és segítettem a dolgozóknak, aminek nem sokszor örültek, mert láb alatt voltam, de én nagyon szerettem akkor is ott lent lenni. Tehát akkor nem is volt kérdés, hogy ezt viszik? De, tehát azért volt egy pár év, amikor én önállóan dolgoztam, csak aztán, amikor terhes lettem, és a mamáikkal összeköltöztünk egy építkezés miatt, akkor vált ez egyértelművé, hogy akkor én bejövök ide. Most már a férjem is itt dolgozik, a nagyobbik fiam is, és a kisebbik is itt fog. Úgyhogy ez egy teljesen családi vállalkozás így. Mit tesz hozzá, hogyha az ember a családdal együtt dolgozik? Hát az nagy dolog. Nagyon nagy élvezet, hogy nem kell eljárni saját maga úr az embernek, bármilyen szűkösen élt nagyon sokszor, és nagyon keserves volt az élet, sokszor nagyon-nagyon jó, de együtt volt a család, mert nagyon családi szerető, centrikus emberek voltunk, vagyunk, és hát ez nekünk ez mindent jelentett, hogy együtt voltunk. Akkor, mikor én megkaptam az iparengedélyt, akkor egy nagyon különleges eljárásra kaptam, 1963-ban, amikor nagyon nehezett ipar, lehetett iparhoz jutni, nem osztogatták. De egy olyan eljárást csináltam, ami újdonság volt Magyarországon, nem volt még ilyen. És ennek hatására kaptunk egy iparengedélyt. Ezt úgy hívtuk, hogy szőrözés. Ez egy elektrostatikus szórás volt, amit bársonyjal be tudtunk vonni bármilyen tárgyat. Az állami vállalatok nem álltak velünk szóba. Bár bementünk ötletekkel, kirúgtak rögtön, meg nem is tárgyaltak velünk. Tehát nagyon nehezen tudtuk megtalálni azt sok-sok kísérletezés, próbálkozás után, hogy mit. Csak ugye mi, mert más lehetőség nem volt Magyarországon, volt egy pár masszektrafik, illetve vásározók, akik az ország minden
részébe terítették az árt. És akkor elkezdtük ajándéktárgyakat és játékot gyártani, mert azt lehetett eladni. Nem tudtuk a teljes kapacitást kihasználni, és akkor kerestük, hogy mit még. Van 70-től gyártunk karácsonyfadiszt is, de akkor csak úgy a farvizin a játékgyártásnak nem volt egy fő tevékenység, de az is fejlődött, azt is csináltuk, már annyira, hogy már abban az időben kijártunk, amikor már ki lehetett menni maszekoknak is nyugatra. Nürnbergben ott volt nem csak játék, hanem karácsonyfadiszt. Ezt pedig a világ legnagyobb kiállítása a frankfurti követte, amelyen már európai szinten is minőségi termékekkel vett részt a manufaktúra. A rendszerváltozás után megváltozott a gazdasági környezet, és Szabóék is leálltak a játékgyártással. Hetek alatt mentek tönkre, ahogy nagyon sokan abban az időben. Így maradt a karácsonyfa díszkészítés. Hát akkor menjünk vissza a családi ház pincéjébe. A család így is, úgy is benne volt, mindig dolgoztak, és akkor közösen elkezdtük mi gyártani a család, és így araszoltuk aztán fölfelé. Nekünk ez a szerencsém, hogy nagyon érdeklődőek az emberek, és nagyon szeretik. Majd meg örülnek, ha csak látnak egy esetvonást. Az nem mindennapi. Tehát is például kézzel készül? Itt minden kézzel készül, amit itt tetszik látni. Mi csak üvegből gyártunk. Jellemzően ma már mindenből csinálnak karácsonyfát, tiszt, ezt éppen Frankfurtban lehet látni, vasból, aranyból, kőből, szalmából, minden üvegből. De ez az igazi, legklasszikusabb karácsonyfát, ez az üveg. Hát nagy tömegben gyártanak műanyagot természetesen, és ugye elsősorban a kínaiak. De mi nem, egyetlen egy üveg műanyag karácsonyfát is nem gyártunk. Akkor ez nagyon törékeny, de nagyon kell vigyázni? Ez már nem annyira. Legalábbis a gömbök. Ugye olyan az igény a világon, hogy már a klassz, és nincs is rá mód, aki ezt szájjal fújják. Ez az ipar megszűnt az egész világon, alig-alig található már üveg, tehát nem tudják kielégíteni az igényeket. Tehát itt mindenképpen rászorulnak a gépi gyártásra. Ezek a gömbök, ezek gépi gyártásúak. Ennek az a nagy előnye a régivel szemben, hogy azok nagyon törékenyek voltak. Nem nagyon lehetett szállítani őket hosszú távon. Ezek erősebb, vastagabb fallal, de ezek is még nagyon vékonyak, 0,8-es falvastagságúak, tehát milliméter alatti a falvastagságúak. És ugye minél nagyobb egy gömb, annál vékonyabb a fal, mert úgy tudják fújni az üveget. Ez egy eléggé nehezen megmunkálható anyag. Ezen nincs két egyforma szín, ez a jövő évnek a nagy divatja lesz. Vannak rajta azért olyan gömbök is, amik akár inkább kirakat rendezőknek, nem magánszemélyeknek, mert vannak elég erősek is rajta. Kicsit hasonlóak a kocsi színekhez egyébként. Nagyon gondolkoztam, hogy mit rakjak erre a fára, ugye minden fára külön összerakunk színeket, és akkor eszembe jutott, hogy én erre fel fogom rakni a színmintát. Kicsit féltem is, mert tudtam, hogy sokan rá fognak esni, hogy akkor ebből és ebből szeretnének egy pár darabot, mert itt erre is van lehetőség. Önnek mi a kedvenc színe? Hát nekem gyakorlatilag most, ami évek óta megy, ez a halvány rózsaszín, ez gyönyörű, majd mutatok gömböt, meg a fehér. De nekem idén ilyen lesz a fám, ezt fogom hazavinni. A Szabó Manufaktúra üzletében nem csak üvegdíszeket találunk, hanem mézes kalácsot is, sőt, a szebbnél szebb finomságok készítőjével is beszélgettünk. Hobbiként kezdtem, először ugye a konyhába családnak csináltam, és a végén találtam az interneten egy olyan profi, hát nevezhetem már művésznek is, mert olyan csodálatos dolgokat csinál, akinél tanultam, és szerelem lett belőle, és igazából neki köszönhetem azt, hogy ennyire így nekiálltam. Vannak nagyobbak, amik, tehát hiába nagyobb, és lehet vele jobban dolgozni, gyorsabban haladni, azért vannak benne aprólékos dolgok, amiket ugye egyesével rak fel gyöngyöket az ember. De vannak olyanok is, amik kisebbek, de gyorsabban haladunk vele. Ezeket a kis karácsonyfákat, ezeket, tehát az ihlet, az sok felől érkezik, az internetről, a népművészetből,
a mindennapi életből tudjuk kötni egyébként a gömbökhöz is, hogyha ott megfordul, akkor az átlátszó, az például az mézes kalácsról van, azt is meg tudom mutatni, mert az meg a szíveimről valók. Tehát a két minta az, hát ebből érkezett ő, ebből a mintából. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!